Ez egy isteni dolog, hogy betöltöm a 75-öt most június 4-én, és ilyeneket lehet mondani, hogy nagyon köszönöm. Ezt én most nem szeretem. Te milyen gyerek voltál? Magányos. Magányos, mert olyan mérhetetlen elszántság volt bennem e felé a szakma fele, hogy én átmenetnek tekintettem az általános iskolát és a középiskolát is, hogy csak már essek túl rajta, hogy mehessek a főiskolára. Ő színésznő, jó színésznő akart lenni, és nem szép színésznő akart lenni. Csak azt mondja meg, remélhetek? Talán. Te eredetileg divára lettél volna hivatott, csináltam, nem? Olyat is, sokat. Jöttem én le lépcsőn. Nem, az is karakter, az is egy szerep. Gyönyörű arcot lehetett 26 féleképpen fotografálni. Egy abszolút harmónia volt az arcán. Valószínűleg meg volt a belső harmóniája. Na hát ezt a ruhát kár még jobban összegyűrni. Ez hatalmas, soha nem lesz olyan sikere. Tényleg, komolyan. Soha nem lesz olyan sikere. A Víg Színház közönsége. Ez volt, és meg volt a karrieri. Magam se tudom, hogy mi a titok. Talán van bennem ez a bizonyos, ami miatt imádok próbálni. Az a fajta zártság mégis, a nagy nyitottság mellett, hogy az mindig kutatható, hogy mi van még a dobozba, a bárányka, vagy mi van ott belül. Én teljesen önre bízom magam! Boldog legyek-e! Vagy végképp boldogtalan! Hát a Tartüben virágoztam. Úgy éreztem akkor, hogy egy nő 42 éves korában van kész. Szóval akkor van az az idő, ami jelen idő. Akkor már nincs még, akkor akkor teljes egy nő. Bárbaj! Miért? Ki? Értem! Atya úr! Hát az volt a nagy generáció, szóval az nagy-nagy generáció volt, és nagyon jó volt velük lenni. Láng és víz dűjön rájuk, lépteink árnyán a föld meddővé legyen. Miért keltek uralmam ellen? Eredetileg úgy volt, hogy repülök, mondom, hát az Oli, bepróbáljuk meg, hát mi történik, nem leesek, de hát próbáljuk meg. És egyre jobban hullott le róla minden, és a végén maradt ez a statikus szörnyetek, de hát azt csinálja valaki utánam. Álljon másfél órát mozdulatlanul, egy olyan hangon beszéltem, de egy öreg szamuráj. Mi for a föld színé? Hát amit az élet hoz, hát az, hogyha teomakia, akkor abba élek, hogyha csütörtöki hölgyek, vagy a pillangók szabadok a táliába, akkor az, hát, hogy mondjam, színes a pálya, hát gondold el, hogy beragadnék abba, hogy most én vagyok a drámai asszony, hát úgy unnám magam, hogy ez nem igaz. Ezért mondod, hogy karakterszínész vagy, mert ez azt a szabadságot, hogy... Igen. Bélegy Ilonkát azért is szeretem, mert kiválóan játsza mindegyik szerepet.